A Dunaszerdahi Családi Könyvklub szervezésében mutatták be Kőrös Zoltán nyugati fogságban, felvidékiek amerikai, brit és francia hadifogságban című könyvét. A hiánypótló mű a sikeres Muszkaföldön című kötet folytatása, a felvidék háborús vonatkozású történelmének jelentős adaléka. Olyan felvidéki magyarok vallomásait, visszaemlékezéseit tartalmazza, akik a magyar hadsereg katonájaként a II. Világháborúban a nyugati szövetségesek fogságába estek. A szerző beszélgető partnere Simon Attila történész volt. A Dunaszerdahelyi Csapár Benedek Városi Művelődési Központban az új év első színházi előadásaként január 4-én a 8 kora bárkán című mesejátékot tekinthette meg a gyerekekből és szüleikből álló közönség a Komáromi Jókai Színház tolmácsolásában. Ulrich Hupp 2005-ben megjelent színdarabja, 2006-ban az év gyerekdarabja lett Németországban. Az igazi családi programnak beillő darab három pingvin történetét dolgozza fel az özönvíz idején. Kedves és emberi hangon mesél barátságról, hűségről és felelősségről a bibliai esemény keretei között. A dac legendás csatárának állít örök mementót a Tóth László emléktorna, amelyet immár 5-5-ször rendezett meg a kupát alapító Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportgimnázium. Két csoportban 3-3 csapat lépett pályára. Négy helyi alapiskola és a Ladislav Dubrava gimnázium mellett a csatár szülőfaluja Alistál alapiskolája is. A tornát a vámbérisek nyerték, a Szabó Gyula alapiskola, valamint a Kodály Zoltán alapiskola előtt. A legjobb kapus az alistáli Ollári Zsombor, a gólkirály pedig Fekete Gábor, a vámbéri alapiskola tanulója lett. Az eseményt a városi önkormányzat támogatta. Fél sikerrel zárta a 2016-os esztendőt a Dunaszerdahelyi Sakklub extraligás csapata. Az utolsó hazai kettős forduló első találkozóján nagy meglepetésre 3,5-4,5 arányú vereséget szenvedett a táblázat alján tanyázó Modortól. Másnap javítottak a csalóköziek és 5-3-ra legyőzték a Dévény Újfalu együttesét. Ezzel befejezték hazai szereplésüket, amikor az őszi idényben 2 kettős fordulót játszottak vendéglátóként. A Dunaszerdahely 22,5 ponttal a táblázat második helyén folytatja az extraligát. A hátra lévő 7 forduló összes találkozóját idegenben játsza, legközelebb a Dunajov otthonában.